Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves tévénézőket! Önök a Borsodi Regionális Televízió körzeti híradóját látják, amely minden hétfőn 18 órakor jelentkezik. Híradásunk tartalmából. Riport Tomori Gáborral, fiatal költővel. Köszöntöm a stúdiónkban Tomori Gábort, fiatal költőt, illetve írót. Kezdjük egy kis bemutatkozással, mit lehet tudni rólad? 1987. Ordrigán születtem. Kiskorom óta írok már verseket. Első versemet édesanyámhoz írtam, 8 éves koromban. Sajnos betegen születtem. A születésemkor kaptam egy nagyon gennyes atyári gyulladást, ami következtében lebénult a lábam egy idegszál, és egy kicsit csendítok rá, de ennek ellenére versben adom ki a fájdalmaimat, érzéseimet. Egy kicsit konkrétabban, hova valósi vagy, hány éves vagy? A Közönyvarszikán születtem, Zsófalván lakom. Négyen vagyunk testvérek, van két öcsém és egy húgom. Anyukámmal élek. Jelenleg dolgozom biztonsági őrként. A tanulmányaidról mit lehet tudni? Kapcsolódik-e egyáltalán az íráshoz? Amikor még suliba jártam, nagyon szerettem az irodalmat, nagyon szerettem ezt a nyelvet. És valahogy megfogott. Nagyon szerettem a verseket, az írókat. Hamar megtanultam a költőknek a verseit. És azt szerettem volna, vagy szerettem volna kipróbálni azt, hogy én is tudok olyan verset írni, mint a többi költő. És ezért indult el ez a versírás. Esetleg valamelyik családtag vagy a felmenők között volt-e író, illetve költő? Nem volt senki. Ez csak szimplán jött szerintem magától. Összességében miről írsz? Nemrég jelent meg a verses köteted, milyen versek találhatóak benne? Igen, most jelent meg a Szélmű Szelenkei című verses kötetem, amiben 4 kategória található meg, egészen a születéstől kezdődően halálig bezárólag. Születés, szerelem, fájdalom és halál. Mi ihlett téged, illetve a verseidet? Kiírom magamból általában azt az érzést, azt a fájdalmat, boldogságot, ami bennem van. Úgy vagyok fel, ahogy nem mondom már senkinek, amit érzek legbelül, de mégis elmondom mindenkinek a verseim által, és szerintem sokan meg tudnak ismerni. Egy kicsit beszélgessünk a könyvről, mire utal a címe, a Szívem szilánkjai. A címe az a Szívem szilánkjai, ami azt jelenti, hogy arra utal, hogy ami a szívemben van legbelül, azokat az érzéseket, azokat az érzelmeket adom ki benne. A Szívem szilánkjai kötet szerintem arra utalhat, hogy fájdalom, boldogság, szeretet, és egybevéve minden. Említetted, hogy 4 kategóriát tartalmaz a könyv. Összességében miről szól, és mi az üzenete a verseidnek? Hát az üzenete a világ számára az, hogy ismerjék meg a belsőmet, és tudják meg az emberek azt, hogy milyen is vagyok valójában. A mindennapi életemet írom le kötetben. Korábbi munkásságaidról mit lehet tudni? 8 éves voltam, amikor az első versemet írtam anyukámhoz. Ezzel szerettem volna megköszönni neki, hogy a világra jöttem. És azóta folyamatosan írok verseket olyan személyiségeknek, mint Zámbó Imre, akinek voltam a temetésén is, és a sírjánál szavoltam el a hozzáírulott versemet, Olvasztó Imre, Bende Gúz, akinek ugyanúgy elmondtam a sírjánál a verset. Valahogy ez az írás engem megnyugtat, amikor tudom azt, hogy valaki fájdalomtól vagy örömben van, hogy át tudom adni azt az érzést, amit ő érez. 2013-ban jelent meg a verses kötet. Ki segített a kiadásában? Hogyan jöhetett létre egyáltalán? A kiadásában az Ormosbányai Polgármesteri Hivatal segített teljes mértékben, amit nagyon szeretném megköszönni Sike Ferencné polgármester asszonynak, mert ő által ez a könyv most nem látna a kezemben. Van-e olyan példaképed, aki motivál az írásban? Igen, nagyon szerettem József Attilát. József Attilának a versei nagyon megfogtak, mert valahogy szerintem ő is ugyanazt a fajta érzést, életet adta át verseiben, mint amit én próbálok most az enyémben. A héten kerül megrendezésre a könyvben mutatód, amelyet az Újkazinci Baráti Kör szervez. Honnan ez a kapcsolat? Igen, az Újkazinci Baráti Körben lesz majd egy könyvbemutatóm, ami mégis úgy jött létre, hogy az írásaimért posztolgattam a Facebookon, azon belül az Újkazinci Baráti Körben,
és felfigyeltek rám emberek, hogy milyen verseket írok, milyen költeményeim vannak, és szeretnék jobban megismerni munkásságomat azáltal, hogy elmegy oda, és szavalataimat meg fogják hallgatni. Ugye van egy beceneved, a Kodi. Honnan jött ez a név? Mégis ez a becenév a nevemből folyóan jött, hogy Tomori Gobi, és valahogy ez a Kodi név az kijött belőle. Sokan már így ismernek. Ez a művésznév, ez a becenév, ezáltal tudják az emberek azt, hogy ki is vagyok. Milyen jövőbeli terveid vannak? Ugyanúgy szeretném a versírást folytatni, ahogyan elkezdtem. Szeretnék minden emberrel megismerkedni, és talán fejleszteni írásaimat, hogy tudjak ugyanolyan költő lenni, író lenni, mint a nagyok, mint az igazi nagyok. A Szívem szilánkjai verses kötetedből melyik a számodra legkedvesebb vers, amelyet el is mondanál nekünk? A legkedvesebb versem az egyben az első versem is, amit írtam, az pedig édesanyámról szól, édesanyámnak, és azt szeretném elmondani. Tomori Gábor, édesanyám. Az én édesanyám a legnagyobb kincs ezen a földön. Hajnalban kél, s későn fekszik le. Ápolja, szereti, s védi a két kisfiát. Betegek vagyunk mindketten, jól tudom. De ő mégis boldog s vidám, ha minket nevetni lát. Ágyunk mellett sokszor sírtál már, jó anyám. Sírtál át nagyon sok éjszakát. De sokszor láttam már könnyes két szemet. De sokszor fogtam már reszkető kezed. Boldog vagy te? Vagy csak mutatott csupán? Csak azt kérem tőled, szeress minket, édesanyám! Bán Horváti jelene és jövője. Riport Földvári Istvánnal, Bán Horváti polgármesterével. A stúdióban a vendégünk Földvári István, bánhorváti új polgármestere. Egy kicsit megkésve már, de hogyan értékeli az októberi önkormányzati választásokat? A választások azok tulajdonképpen a hivatalos vélemény szerint eredményesek voltak, és azt is mondhatom, hogy sikeresek voltak, hiszen Bánhorvátiba több mint 55%-nyi választópolgár elment a voksolásra, és kinyilvánította a véleményét. Én ezen a fórumon is szeretném megköszönni nekik ezt a tevékenységüket, azt is, hogy elmentek szavazni, és azt is, hogy a szavazatukkal engem támogattak, és ennek eredményeképpen én az elkövetkezendő időszakban bánhorváti polgármestere lehetek. Új polgármesterként megvan-e már az összhang a képviselőtestülettel, az együttműködés? Örömmel mondhatom, hogy a megítélésem szerint ez az együttműködés és összhang megvan a polgármester és a képviselőtestület tagjai között. Sokszor beszélgetésekben lehet hallani, hogy mi miért van. Tehát egy polgármester és a képviselőtestület, a hivatal, a településen lakókért van, azért kell, hogy dolgozzon, és az ő érdekeiket kell, hogy képviselje. Visszatérve a kérdésére, én úgy gondolom, hogy a fiatal, ambíciózus képviselőtestületi tagokkal jó viszonyt alakítottam eddig is ki. Már voltak persze olyanok is, akikkel korábban is együtt dolgoztam, és remélem, hogy ez a későbbiekben is így lesz. Bánhorvátiban melyek a legsürgetőbb problémák, amelyeket a közeljövőben meg kell oldani? Bánhorváti egy a régiónkban lévő szerencsés település, mert az elmúlt 16 évben a bánhorváti településnek a vezetője, Demeter Zoltán képviselő úr és a képviselőtestület igyekezett olyan helyzetet kialakítani, amivel a falu életét nagyban segítette. Azt tudom mondani, és ezúton is szeretném neki ezt a tevékenységét megköszönni, amit az elmúlt 4 ciklusban végzett, hogy ő neki és a képviselőtestületnek a munkája megalapozta mindazokat a dolgokat, amit szeretnénk megvalósítani a következő, vagy a előttünk álló ciklus idején. És a véleményem szerint a
legsürgetőbb problémák azok inkább sok apró, kisebb dologból állnak, mint sem valami egetrengető dologból. A legsürgetőbb dolog talán az a településünkön, ami megoldja a bánhorvatiban élő munkanélkül maradt embereknek a problémáját. Ezt tartom én egy nagyon fontos és lényeges kérdésnek, hogy valamilyen közfoglalkoztatási programban bekapcsolható emberek találják meg a megélhetésüket, és a családjuknak tudjanak biztosítani olyan élet és élhető körülményeket, ami számukra is egy elfogadható. Úgy gondolom, hogy a jelenleg működő és márciustól működő, tovább folytatódó közfoglalkoztatási programok erre, ha nem is teljes mértékben, de nagy rész lehetőséget biztosítanak. Terveztük és szeretnénk, hogy az évek alatt megvalósulhasson a településnek a csapadékvízelvezetési gondja. A településünkön ez egy olyan, talán azt lehet mondani, hogy neuralgikus kérdés, amit belátható időn belül meg kell oldanunk. Sok utcánk nincsen leaszfaltozva, aminek az aszfaltozását szintén meg kell majd oldanunk. Nagyon sok olyan önkormányzati ingatlanunk van, aminek az állapota, az állaga sok esetben kívánnivalót hagy, és nyilván ezt is szeretnénk valahogy rendbe tenni. Hosszabb távon a jövőre tekintve milyen beruházásokra, illetve fejlesztésekre van szükség a községben? Tervezünk egyébként egy új önkormányzati hivatal építést is. Nyilván a lehetőségeink birtokában, vagy annak a figyelembevételével, pályázatok segítségével talán ez is megvalósulhat. A településünkön a képviselőtestülettel, a hivatallal és a hivatalba dolgozókkal egyetemben azon dolgozunk és arra törekszünk, hogy az embereknek a hiányérzetét amennyire tudjuk, amilyen területen van ez a hiányérzet, csökkentsük. Településünkön nagyon sok idős ember is van. Ezeknek az idős embereknek az ellátása, a biztonságérzetüknek a fokozása mindenféleképpen fontos szempont. Fontos szempont lehet az is, hogy azok a vállalkozók, akik Bánhorvátiban működnek, érezzék azt, hogy egyrészt a tevékenységükre szükségünk van, másrészt pedig érezzék azt, hogy nyilván ők sem dolgoznak hiába. Tavaly év végén rendezték meg a 8. Bánhorváti Lángos Fesztivált, az idei évet pedig a 3. Pálinka Fesztivállal folytatják. Mit lehet tudni róla? Az örömömre szolgál, hogy a Pálinka Fesztivált újra meg tudjuk rendezni, és remélem, hogy ez az idei alkalom is egy sikeres ilyen pálinka mustra lesz. Úgy gondolom, hogy a pálinka kultúrán kívül olyan dolgot is be tudunk ismét mutatni, ami által sokunk gazdagodhat, vagy azok, akik ellátogatnak erre a fesztiválra. A pálinka minták összegyűjtése, a Szicsek Pálinka Ház és a zsűri bíráló bizottság vizsgálata alapján ki fog derülni, hogy kinek milyen évjáratú, milyen gyümölcsből készített és hol desztillált, akár otthon desztillált pálinkája is milyen oklevelet, milyen érmet fog kapni. Mikor lesz pontosan a Pálinka Fesztivál, illetve kik vehetnek részt rajta? Pálinka Fesztiválunk valószínű, hogy január 30-án kezdődik a pálinka minták összegyűjtésével, és ez 31-én kora délutáni órákba kezdődik, és bánhorváti gyümölcsös tulajdonosok cefréjéből valahol desztillált pálinka minták vizsgálatával történik meg. Ugye mind a Lángos Fesztivál, illetve a Pálinka Fesztivál bánhorváti turisztikai attrakciói, mert fontos bánhorváti életében, hogy ezzel színesítsék a községet? Szerintem minden település életében fontos dolog az, hogy egyrészt a településen élők érezzék azt, hogy vannak olyan programjaik, ahova elmehetnek és egymással beszélgetve jól érezhetik ott magukat. Bánhorváti törekszik arra, nem csak a hivatal és a művelődési ház, talán a képviselők is, és a bánhorvátiban élők is
törekszenek arra, hogy ezeket az értékeket, ezeket a hagyományokat, amik sokrétűek, megőrizzék, megmutathassák a fiataloknak. Újévi hangverseny a Surányiban. Január 9-én a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, szakképzőiskola és kollégium újévi hangversenyt rendezett. A rendezvény Siető Kata és Klementné Bíró Anikó nyitotta. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, tanárainkat, diákjainkat. Intézményünk a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, szakképzőiskola és kollégium székelyintézményének újévi koncertje. Azért jöttünk most ide, hogy együtt töltsük az időnket, itt a 2015-ös év elején, és az én éternünk gospel kórussal meghallgassuk azokat a dalokat, amelyek elindíthattak bennünket ebben az évben. Közreműködött az In Aeternum Gospel kórus, valamint Kolombán Gábor református lelkész.
köszöntő beszédet mondott Vattai József, az intézmény vezetője. Én azt gondolom, hogy sorolhatnám bőven azokat a hagyományokat, amit az elmúlt években fölépítettünk, és csak az új év búcsúztatáskor a gyertyák szentelésétől a kisebb-nagyobb közösségek évbúcsúztató rendezvényein át eljuthattunk odáig, és nagy öröm számomra, hogy megkerestek munkatársaim azzal a gondolattal, hogy indítsuk a új évet egy hagyomány építéssel, azzal a szándékkal, hogy a következő évek hasonló időszakában egy újévi koncertre kerüljön sor minden intézményünkben. Ennek igen örülök, annak külön örülök, hogy a kórus elfogadta meghívásunkat, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm kiemelten őket. Szia, hangmakuk a nyelven kóz! Szia, egy hangverseny került megrendezésre a Surányban. Hogyan kapcsolódtok ehhez? Tulajdonképpen az újkazinci baráti körrel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és ott hallott bennünket Clementné Bíró Anikó tanárnő, és ő kezdeményezte az egészet, hogy jöjjünk ide egy újévi koncertet adni, és nagyon lelkesen fogadtuk a meghívást, örültünk neki, izgatottan vártuk, és tulajdonképpen így jutottunk el idáig, és örülünk, hogy itt lehetünk, nagyon pozitív élményekkel térünk haza. Mit lehet tudni a kórusról, mikor alapultatok, illetve miért? Tulajdonképpen a mottunk és az egésznek a lényege az az, hogy nagyon szeretjük a gospel zenét, szeretjük az örömzenélést. Nekem egy nagy álmom volt mindig is, hogy legyen egy gospel kórusom, és íme ugye a Jóisten segített ebben. 2010-ben alakultunk, akkor még nagyon kevesen voltunk, tulajdonképpen 7-8-an, most már a duplájára nőtt, tehát 20 fővel állunk itt a közönségek előtt is, és nagyon örülünk, hogy megmutathatjuk azt a tehetséget, amit kaptunk, azt a talentumot, amit kaptunk a Jóistentől. A mottunk pedig az, hogy dicsérjük az Urat a dalainkkal, az énekeinkkel, hiszen ez egy elsősorban egy lelki élet, tehát ez egy lelki, egy vallásos kórus, emellett komoly lelki élet van, imádságok, szentségimádások, szentmiséken is részt veszünk, amellett ugye, hogy ilyen rendezvényeken is énekelünk, illetve fesztiválokon hasonló meghívásokat kapunk. Kik a tagjai a kórusnak? A kórus tagjai nagy részben a Szalizi Szent Ferenc Gimnáziumnak a tanulói teszik ki, ám az egyházközségből is nagyon sokan csatlakoztak már, fiatalok, illetve az idősebb korosztályból is vannak közöttünk, de nagyon nagy szeretettel és lelkesedéssel várunk fiatalokat, fiatal fiúkat, lányokat, de az idősebb korosztályból is, akik szeretnének csatlakozni és éreznek magukban elkötelezettséget, és szeretik ezt a zenét. Az énekeiteknek, illetve a kórusotoknak mi az üzenete? Az üzenete tulajdonképpen az, amit mondtam is most a koncerten, a mi kis himnuszunk a Szüntelen bízzál az Úrban című dal. A mi üzenetünk az, hogy szüntelenül bízunk az Úrban is, és dicsérjük őt a dalainkkal. Nekünk ez a motto. Szüntelen bízzál az Úrban. Került megrendezésre ez a mai hangverseny?
Én úgy gondolom, hogy ehhez vissza kell egy kicsit nyúlnom az új évhez, hisz nem régen búcsúztattuk. Az advent időszakában, az elmúlt években jó pár hagyományt elindítottuk, gyertya szentelés ünnepei napjait, különböző közösségek, intézmények, osztályok, kollégium, nagyon színvonalas műsorokkal búcsúzik az új évtől, és várja a szeretet és a megváltó ünnepét, a karácsonyt. De ezekben az időszakokban már ez összekapcsolódik egy következő évi jó kívánsággal is, és nagy-nagy örömömre kollégáim, barátaim és munkatársaim azzal kerestek meg, hogy indítsunk egy újabb hagyományt, tehát ez egy első hagyomány, alapító és szentelő koncert volt, amelyben a következő években, a következő év hasonló időszakaiban abszolút meghívásos alapon egy koncertre kerülne sor. És nagy örömünkre kiválasztották szerintem a legjobbat, az In Aeternum Gospel zenekart és kórust, amelyik elvállalta és egy nagyon színvonalas műsort adott részünkre. Hogyan értékeli a mai délelőttöd? Egy kicsit én is nagy talánnyal néztem a mai koncert elé, hisz ez a fajta zene nem valószínű, hogy minden tanuló számára ismert volt és közel áll hozzá. De én úgy gondolom, hogy a kollégáim felkészítették őket, tájékoztatták őket erről a zenéről. És van ennek egy másik oldala is, amelyik azt hiszem, hogy legalább ennyire fontos, hanem fontosabb, hogy harmonikus személyiség, harmonikus egyén nem lehet meg zene ismerete nélkül, zene szeretete nélkül, és az a zene az akkor teljes, ha minél nagyobb repertoárral rendelkezünk. És én úgy láttam most a koncertet befejezve, hogy a tanulóink nem csak érdeklődtek, ezt végig tapasztaltam, hanem felemelő érzéssel és pozitív érzésekkel mentek el, és köszönjük a kórusnak ezt a szép műsort. Vigyáztok, az egész világon bebádogoznak minden ablakot. Bemutatjuk a Nagybarcai Tollas Tibor Emlékházat. Itt vagyunk Nagybarcán a Tollas Tibor Emlékházban. Kezdjük egy kis bemutatkozással, mit lehet tudni önről. Én Csikasz Gáborné vagyok. 4 éves koromra kerültem a településre, és 40 évig voltam Nagybarca, illetve az itteni iskola megszűnése után a Bánhorváti iskola tanítója. Szüleim ezt megelőzően közel 30 évig itt tanítottak, ismerem a települést, és nyugdíjazásom óta is itt az emlékházban, az emlékház gazdája, könyvtár és a művelődés tevékeny résztvevője vagyok. A település lakói és idős Dénes Károly arra méltónak tartottak, hogy a Falva Kultúrája Alapítványhoz felterjesztettek engem, és azzal a kitüntetéssel a magyar kultúra lovagja lettem, 343. lovagként az Uránia Filmszínházban a Magyar Kultúra Napján 2008-ban lovaggá ütöttek. Hogyan kapcsolódik ön, illetve a családja Tollas Tiborhoz? Tollas Tibor, amikor hazatért Magyarországra, ellátogatott Nagybarcára. Első útja az iskolába vezetett. Én éppen nem voltam ott, de iskola igazgatóként másnap szóltak, hogy itt járt délután egy fiatal ember, vagyis hát egy idősebb ember, aki fiatal korában itt élt, és a falu lakóitól megtudtuk,
hogy bizony mezítláb besétálva a faluba, cipőjét levette, megsimogatta a nagy barcatáblát, itt járt Tollas Tibor. Aztán próbáltuk kapcsolatot keresni vele, itt járt Nagybarcán úgy, hogy látogatást tett régi játszótársainál, és találkozott a falu lakóival. Ekkor kerültünk mi a férjemmel együtt közelebbi kapcsolatba vele, hosszas beszélgetésre, az akkori jóbarát fogadóba, hajnalig tartó beszélgetéssel sok mindent megtudtunk tőle, amit addig nem tudtunk. Megtudtuk azt, hogy miért is hagyta ő el az országot, mit is tett ő ezek után a Münchenben töltött évek alatt, a szülőfaluját hogyan szerette, az édesanyjára hogyan emlékezett, és akkor az minket nagyon megfogott. Hogyan kapcsolódik Tollas Tibor Nagybarcához? Mit lehet tudni az életéről, a munkásságáról? Tollas Tibor ebben a házban született, késői gyermekként született, Kolman Tivadar. Ő az alsóbb iskoláit itt Nagybarcán végezte, és 10 éves korában a kemény szívű apuka feltette neki a kérdést, hogy na, pap vagy katona leszel. Ekkor a katonai pályát választotta, és előbb Sopronba, majd Kőszegre ment. És ekkor kezdett már verseket írni. Elirányították őt Beregszász környékére, és ott tudomására jutott, hogy 23 települést el akarnak az országtól csatolni. Ezt ő jelezte Budapesten, és ekkor koholt vádak alapján őt 10 év börtönre ítélték. Ő azt mondta, hogy a börtön tett költővé, mert a bezártságban tudtam meg, hogy az élet milyen szép. Ott a börtönben, hát a szokásos módon, tulajdonképpen lopott kis ceruzacsomkokkal, WC-papírra írt verseket, több rabtársa írt verset, akikkel összeismerkedett, és ezeket a verseket ő összegyűjtötte, ezek a Füveskert antológiába jelentek meg, ezek a versek a szabadulásuk után, de kötetnyi verset juttatott ki ismerősökön keresztül, és ide-haza küldte az édesapjához. Írt is olyan verset, hogy az édesapja mindig legépelte, és büszkén megmutatta itt a település elöljáróinak. Az emlékház Nagybarca turisztikai attrakciójaként szolgál. Mit lehet tudni az emlékházról? A Tollas Tibor halálát követő évben, vagyis tulajdonképpen még 1997-ben, a férjem, Csikász Gábor, aki szintén pedagógus volt a Mánhorváti iskolában, és egy pár nagybarcai keresték a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne megőrizni Tollas Tibor emlékét. Lezsák Sándor, aki már Bécsben is tartotta vele a kapcsolatot, és az ő támogatásával sikerült megvalósítani azt az ötletet, hogy hozzunk létre egy alapítványt, ami majd segíti megvalósítani Tollas Tibor emlékének őrzését. És ekkor létrejött a Tollas Tibor emlékére alapítvány, a férjem volt az elnöke, és két célt tűztek ki maguk elé. Az egyik az, hogy a szülőházat emlékházzá kell alakítani valami módon, bármi módon. A másik az, hogy hogyan is lehetne őrizni egy költő emlékét úgy, hogy a verseit megismertetjük a fiatalokkal, rajtuk keresztül idősebbekkel is, eljuttatjuk a költészetét a nagy közönséghez, a környezethez. Az édeszülők halála után kisajátított szülőházban posta lett, és a postát sikerült megvásárolni, a posta épületét. És a szülőház felújítása rövid időn belül megtörtént. A másik cél az volt, hogy Tollas Tibor verseit megismertetni. Már abban az évben, amikor ő elhunyt, 97. december 21-e, a Tollas Tibor születésnapja közeli hétvégén,
megrendezésre került az első Tollas Tibor szavaló verseny. 97 óta minden évben megrendezésre kerül ez a szavaló verseny. December hónapban az időjárási viszontagságok ellenére mindig itt vannak a versenyzők, hogy tiszteljenek Tollas Tibor születésnapja alkalmával a költő emlékének. Egyszer csak 2003-ban eljutottunk Hamvára, Felvidékre, Tompa Mihály szülőfalujába, és az ottani református lelkész segítségével egy elődöntőt szerveztünk, kassai rimaszombati diákok részvételével, és csodálatos dolog volt hallani a felvidéki tájszólással elmondott Tollas Tibor verseket az onnan meghívott diákoktól. Szovátáról, Erdélyből is hívtunk meg diákokat. A varázskör tehát nőtt, eljutottunk Felvidékre, eljutottunk Erdélybe, így őrizzük tehát Tollas Tibor emlékét az élő emlékházban, és a 18. alkalommal is azért is megrendezett szavaló versenyen. Az emlékházban kapott helyet Nagy Bacca könyvtára. A könyvtár 2012 óta a II. Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár fiókönyvtáraként működik. Az épületben lévő dr. Almási Balogh Pál emlékszobában az alapítvány által vásárolt számítógépek, 5 gép áll a diákok rendelkezésére, az érdeklődők rendelkezésére, net elérhetőséggel, internet elérhetőséggel, és ezt is igénybe veszik a diákok. Az ide látogatók szakkörökön, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Itt ebben a helységben sokszor el se férnek a gyerekek, 18-20 diák jön el, és kézműves foglalkozásokat tartunk. Most advent idején 4 ilyen foglalkozást rendeztünk, különböző papír, vagy agyag, vagy bármilyen jellegű, ami a diákokat érdekli. Másik ilyen közösség, aminek az emlékházat otthon, a Borostyán kórus. Ezek voltak körzetünk hírei. Adásainkat megtekinthetik internetes hírportálunkon a www.csajomente.hu oldalon, ahová további hírekért, információkért, videókért látogassanak el. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!